Bocske bácsi. Most nem is érek rá galambocskám. Istenem, milyen szép ember. Miért ne volni? Mindig is az voltam. Mi volt ilyen? Szép ember. Nem azt mondta, hogy szép ember vagyok? Nem, kedvem, mondtam, hogy nézzünk oda. Nem rám mondta? Akkor álljon fel! Hát ki szép ember? Kossuth Lajos. Üljön le. Látta ki véleménye? Mintha maga volna itt, hiszen nézd meg. Azt hitte bele, nem látta. Még láthatja, és talán már napokat tűtve csak, mert oly hír futkorászik, mindenki hallgassa meg, hogy az országot járja mostan. Gyűjti a katonát, és mennek is szavára. Mint a múltkor Kecskeméten. Tudja, mi volt ott Kecskeméten? Na mégis. Nem az? Nem. No. Minden az országot ellenség támadja, akkor nem vagyok különének. Ha engedelmet kérek, tisztelt húgomasszony. Mondja tovább, Ken, mi volt Kecskeméten? Na várjunk, csak hol is hagyám abba a kis húgocskám? Csütörtöknél, hogy ott járt Kossuth Lajos a manapon Kecskeméten. Tudom, tudom. Hát ott járt, és tudják, kegyelmetek, hogy mi történt? Úgy beszélt ott az ország embere, mintha harangot húztak volna. Az emberek oly nagyon meglelkesültek attól az ő beszédjétől, hogy egymás után szöntöstek ki a bőrükből. Beszéd lehetett. És mind jelentkeztek katonához. Öreg, fiatal, még a női nemből is. Ha ott lett volna az ellenség, talán mindjárt vége is lehetett volna a háborúnak. Hogy hogyan fecske vált ember? Úgy szép húgocskám, hogy a nagy lelkesülésben ott Kecskeméten legyőzték volna mind az ellenséget. Ej, de szép könnyen írtan el őket. Akkor bizony kennek feskorom, egy száll ellenség sem maradt volna. Csak húgom asszony egyedül. Ez győzzel, aki tudja. Húc, öreg. Nem bántom, kis húgom. Csak a gyöngéjét keresem. Etelkával játszogasson, ha meg. Le is törné az én legényem, bátyám, uram, dereket. Kemenes Balázs gondolja? Őt magát éppen. No hát nem olyan nagy vitéz Kemenes, öcs, mert úgy hallottam, honvédőnek menni sincsen kurázsi benne. Benne volna. Hát akkor... Akinek már jegyes mátkája vagyom, mint neki vagyok én, annak már a mátkájával együtt kell gondolkozni. És te nem szeretnéd, hogy legényed honvédő legyen? S ha meglövik őt, vagy nyolrék lesz, akkor kigyelmethez menjek hozzá, Jura néni. Ha az ellenség mindenket romlásba teszi, kihez tudsz hozzámenni? A holtivalós iralomhoz? Jól beszél, néném asszony. Ó, a kis palánta, mi bátran szól órája előtt. Bár jobban tenné Anna palánta, ha majd akkor szólnál így dologban, midőn te is választottál magadnak. Hát én ki vagyok? Ezt a ringot választottad? A sasmadár is kicsi egyszer. Fészkén ül még, ugye? Jelenten jöttem magam, hogy katona leszek. Írjon fel, fecske uram. Jól van, példás fiam. Írja fel, bátyám uram, Bárány Péter. Majd az őrmester kis húgocska. Hát Kent, nincs olyan felíró jobban? Hogyan beszélsz? Hát az őrmester úr kenyerét is elvegyem. A gombok miatt hittem. Ezek miatt? Uh-huh. A császár rendelte. Majd levágja Kossuth Lajos. Megjöttek, nagyapu, megjöttek. Kik jöttek, kis unokám? Hányan vannak, hányan? Egy, kettő, két huszár jött, de főképpen egy őrmester. Kik jöttek, fiacskám, ki? Mondd el, hogy két huszár, de főképpen egy őrmester. Főképpen? Miért főképpen? Azért, mert egy nagy fényes érem lóg a mellén. És olyan fehér ló van neki, olyan fehér, mint a madártej. Kossuth Lajos, nem jött, kisfiam? Szinte jött Kossuth Lajos is. Ja, Istenem. Bizony szinte. Hogy, hogyan, kisfiacskám? Úgy, hogy ezek a katonák az ő nevében jöttek. Szépek, te fecske fiú. Hűha, én leány volnék, s meglátnám őket akkor. Akkor? Mit csinálnál akkor? Legalább leülnék. Bírónál vannak még? Te kis unokám, hol vannak? Mit csinálnak? Már jöttek errefelé, csak hogy én elhagytam őket, mert igen szaladtam a hírra. Hihi azt a rácsbocskrát és német óvestjeri. A muzsikások sincsenek még. Azok is útban vannak. Hihi a kotyogását. Emberek! Balázs, mit írsz? Azt, hogy nem jövök ide. Hát akkor? De hát nagy hírek vannak. Emberek, most jött a hír, hogy Rácz megverte a Rácokat. Éjjel! Fejjel templomnál. Hát ez elég messze van. A közelebb kell így Somogyban is nagy csata volt. Györöknél. És meggyőztük az ellenséget. Éjjel, Kossuth Lajos! De a legnagyobb győzelem pénteken volt, Pákhoz mellett. Éjjel a haza! Magyarok, polgárok, bősz ellenség tört hazánkra, pedig mi nem bántottunk senkit. Csupán szabadságban akartunk élni. De ez nekik nem tetszett. Mi azonban a mi hazánkat, életünket és magyar javainkat megvédelmezzük az ármányos ellenség ellen. E végből vitéz katonákra van szükség. Minél többre.
Azért jöttünk, hogy ezt végbe vigyük, ahogy maga Kossuth Lajos elrendelte. Az itten való örömünkre és a jelentkező búcsúvételeire most jó szokás szerint lefolytatjuk a verbunkos táncot, mely jelenítse meg, hogy jelen időben katonának lenni két dolgot jelent, haza dicséretét és vitézek vidámságát. Éjjel! Ha kell, mind elmegyünk. Aki elvégzi magában, hogy katonaként közénk áll, az álljon készen, és majd midőn illendő percben felhangon kérdezem, hogy ki jelentkezik, bátorsággal jelentse magát. Megértettük? Meg! Verbunkot! Fia, ki jelentkezik? Menjek? Elsőnek mehetsz. Keveres Balázs. Bárány Péter. Álljatok közénk. Jelentkezik. Gábor Bálint! Tökös Kelemet! Álljatok közé! Ki jelentkezik még? Becske Gáspár! Becske Boldizsár! Az unokám! Álljatok közénk! Ja, van még valaki? Özvegy Kovács Péternél született Szabó Jula. Asszony, nem vesznek B. Na, miért ne vennének? Mi akar lenni néném asszony? Honvédő. Főzni jól tud. Főzni akar a katonáknak? Ha kell, azt is. Jól van, álljon közénk, néném asszony. Szép a puszát, szép a puszát, ha belül a lóvát. Karaj, tette, várjálom, tábori deák uram kíván nekünk szaulani. Kossuth Lajos írja az ő újságjában, mondván nékünk, ahogy következik. Fegyverre tehát ki férfiú. Az asszonyok pedig Veszprém és Fehérvár között ássanak egy irtózatos sírt, melyben vagy a magyar nevet, vagy ellenségeinket eltemessük. És mely vagy a magyar nép szégyenoszlopa állam, így fölírással, így bünteti Isten a gyávaságot, vagy állam a szabadság örökzöld fája, melynek lombjai között Isten szava szólan, mint szólott Mózeshez az égő tüskebokorban.
A hely, melyen állasz, szent. Így utalmazom a bátorságot. Szabadság, dicsőség és boldogság a magyarnak. Énekeljétek a szent éneket, melyet ismertek. Boldog szó.